kollégáim. Nincsenek stúdió körülmények, itt itthon vagyok. Nem is akarom nagyon szaporítani a szót. Isti is majd biztos beszél róla, meg elvileg majd lesz bevágás a Late Night Live-ból. Az a lényeg, hogy van ez a bizonyos Jediknek, vagyis hát nem bizonyos Jediknek, hanem a Jediknek van ilyen táprútjuk elvileg, amit, hogyha éppen elmennek bevetésre, vagy ilyen remete életedének, ez ott függ a nem is tudom, övükön, vagy valamiükön ott függ, én még soha nem láttam, és hogyha éhesek, akkor megfolyják és beletörik a szájukba, és akkor ez van benne fehérje, meg protein, meg mit tudom, vitaminok, és a Late Night Live-ba felmerült a kérdés, én ezt nem hittem el. Aztán beigazolódott, hogy tényleg van ilyen, és azt hiszem az Isti mondta, hogy biztos olyan, mint egy tyúkhúsleves vagy erőleves kocka. Odrakunk egy húsleves, tyúkhúsleves kockát, erőleves kocka. Anyukám, hazamegy! Na hát én ebbe szépen belefutottam, mert mondtam, hogy jó, akkor egyen meg egyet, de ha mondom, akkor én is megeszek egyet. És akkor hát így úgy döntöttünk akkor, de majd biztos látni fogjátok, hogy akkor ezt felveszük videóra. Felveszem videóra, hogy megeszek egy erőleves kockát. Jó. Megcsinálom úgy, hogy rút formájú legyen. Azt hogy csinálod, meg szét fog forrani? Nem, hát ez elég olajos. Honna csináltam le. Olajos? Hát ilyen, ez meg tudod így izé? Ja, ilyen kicsit zsírosabb. Tényleg? Igen. De most hogy értjük ezzel? Nem, csak a kockát. Nem, csak úgy volt. Tehát hogy legyen egy kis izé, hogy egy ilyen rút. Mindegy, ahogy sikerül rút. Jó. Nem iszok rá, és lenyelem az egészet. És meddig nem iszol rá, utána rögtön nagyon szomorú lesz az fix. Utána egy bőrét vágás, közteltél két óra, a fényviszonyok már tök mások. Én ezt nem annyira tudom szponzorálni, úgyhogy legyen egy fel. Szerdán táprút! Várjál, akkor táprút, táprút, szerdán! Erőleves kocka. Jó. Azt tudni kell, hogy én nagyon laza pocakú vagyok. Tehát lehet, hogy hányni fogok, de... Látjátok, itt egy erőleves kocka, és az a szabály, hogy ezt így most meg kell jól rágni, lenyelni az egészet, tehát nem szopogatni, vagy ilyesmi. Jó, meg kell rágni, lenyeled, és utána egy percig nem ihatsz rá, mert hogyha iszol rá, akkor az olyan, mintha végül is leves lenne. Na én most mondtam, hogy megpróbálom ilyen rút formájúra alakítani, akkor ha már Jedi Rude-ról táprúdról van szó, nem a Jedik rúdjáról. Ez ilyen, hát, tú de büdös, azta. Ez így néz ki, nem tudom, láttatok-e? Azért nekem itt van egy lavor, ha elhánynám magam, mert lehet, hogy elfogom. Én ezt most megpróbálom rúd formájúra. ez így még rosszabb, hát ez úgy néz ki, mint a... Igen, hát ez nem táprút, hanem a Jediknek a salakanyaga. De szemét vagy, Isti, hogy rohagy meg. Fú, olyan, mint a száraz kutyaszar. Jó. Na, szevasztok akkor. Nem kaptam ki. Hú, de sót, basszus. Ez nem megy. Ezt nem arra ugyatok. Ezt nem bírom megenni. Tehát... Jó. Mm.
Ne legyetek Jedik, ez nagyon szar. Hát Isti, rajtad a sor, én puha Jedi lennék, ezzel lennék Sith inkább. Ez undorító. Ez undorító. Oké, ennyi. Kudarcot vallottam. Szevasztok.